Neve? Henrik Höfgen. Foglalkozása? Színész vagyok. Én tehetséges. Mondja hangosabban. Henrik Höfgen színművész egy csapással meghódította a berlini munkásság színét. Dóra, színház mindig lesz, higgy el. Akármi történjék is itt Németországban. Akármi történjék is Németországban. A nemzeti szocialisták győztek a választáson. Tudod, ki lett a kancellár? Ön ma Németország vezető színésze. Én nem vagyok politikus, soha nem voltam az. Értettem, most legyek. Színész itt Németországban. A mindenkori Németországban. De elmehetsz innen. Az a Párizs, a műveit lefordítják bárhol. Én hiába, nekem szükségem van a nyelvre. Szükségem van a hazámra. Megtehetem ezt. Szabad ezt. Kötelességem nekem. Egyáltalán használok ezzel bárkinek. Talán ez is a színészet titkai közé tartozik, nem? Erőt és észt mutatni, holott valójában gyenge az ember. Szabadság. Nem tettek arról, hogy más vagyok, mint amilyennek itt lenni szabad. Ne menj ki a lakásból, a szomszédokkal se beszél. Hát nem képtelen gazság, amit itt csinálok. Nem lehetsz több, vagy más! Csak ami vagy!